Köszöntöm Önöket! Az XVTV Hírtükör című műsorát látják. Nézzük, mi történt az elmúlt héten a kerületben. Szombathelyre költözik a madarász hagyaték. Már csak néhány hétig látogatható a 15. kerületben. Pozsonyi piknik tizedszer. Idén mi is ott voltunk. Nem csak a belváros tartogat látnivalót, 15. kerületi városnézés buszról, idegenvezetővel, helyi érdekességek mentén. Hamarosan Szombathelyre költözik a 15. kerület legértékesebb gyűjteménye, a madarász hagyaték. A vendégkiállításra induló tárlatnak így már csak néhány hétig ad otthont a 15. kerületi múzeum. Nem csak hogy a legértékesebb, de kellendő is a madarász hagyaték, amelynek a 15. kerületi kulturális örökségháza és helytörténeti gyűjtemény nevet viselő intézmény, korábbi nevén a Rákospalotai Múzeum ad otthont immár 60 éve. Hogy értékes, azt bármely művészet történész készséggel aláírja, hogy kellendő, azt pedig azt bizonyítja, hogy néhány héten belül Szombathelyre költözik, ahol kerek egy évet vendégeskedik majd. Annak az apropója, hogy újra elindulhat a kiállítás egy országos útra, az nem más, mint az, hogy madarász évet hirdettünk meg, hiszen 1962. februárjában hunyt el 60 éve madarász Adelány. Ennek apropóján emléktáblát is felhelyeztünk a Szöldiget utca 47-hez, és ezzel hirdettük ki magát a madarász évet is. A madarász hagyaték ajándékozás révén került a múzeumhoz. Az intézmény akkori vezetője Vámbéri Gusztáv kereste fel madarász Viktor lányát, az apjához hasonlóan festőművészként alkotó Adelányt, hogy méltó kezelőjeként átvegye és bemutassa a nagyközönség számára is mindkettejük munkásságát. Véletlen szerencse folytán, hogy 1960-ban jön létre a múzeum, és ekkor kapja meg ezt a hatalmas hagyatékot, ezt a hatalmas ajándékot a gyűjtemény, ezzel is megalapozva igazából a képzőművészeti gyűjtést. Nem csak szellemi, hanem anyagi értékről is szó van. Azt azért elmondhatjuk, hogy minden szállítás, minden műtárgy utaztatás előtt azért történik egy műtárgy felmérés. Ezt jelen esetben a Nemzeti Galériának a művészettörténésze hozta létre, és hát láthatjuk a számok alapján is, hogy tényleg nem csak szellemi, hanem anyagi szempontból is egy hatalmas értéket képvisel ez a hagyaték. Ha a hagyaték szellemi értékét forintosítani szeretnénk, a becslések szerint körülbelül 50 milliót ér mindaz, amit a madarász család annak idején a múzeumra bízott. Így a Nemzeti Galéria után a 15. kerületi intézmény büszkélkedhet az ország második legnagyobb madarász gyűjteményével. 22 darab festményt számolunk madarász Viktortól, a többi pedig a madarász Adlennek a különböző vázlatai festményei, illetve ezek mellé még tartozik számos ónémet, reneszánsz, illetve barokk bútor is, amelyek ugye a Kelenhegyi műtermet, illetve a Kelenhegyi lakást díszítették még régen. Szerencsénk van, hogy Borsos Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és alapvetően néprajzkutató családi köteléket ápolt madarász Adlennel. Ilyen folytán olyan személyes dolgokat kaphattunk meg múlt év decemberében, mint személyes levelezések, vagy különböző olyan vázlatok, amiről úgy gondolom, hogy a képzőművészeti vonalon még nincs tudomása kutatóknak, úgyhogy ez lesz így a debütálás ennek a hagyatéknak most. A madarász hagyaték tehát néhány hét múlva a Szombathelyi Schmidt Múzeumba költözik, és egy teljes éven át ott is vendégeskedik majd. Aki még nem látta, vagy szeretné a költözés előtt még egyszer látni mindazt, amire a 15. kerület méltán büszke, az most még megteheti. A látogatás lehetősége akár szervezett formában iskolai csoportok előtt is nyitva áll. Két év kihagyás után újra megrendezte a 13. kerület a pozsonyi pikniket. Ebben az évben a 15. kerületi Csokonai Nonprofit Kft. Is jelen volt. A pozsonyi piknik ötlete eredetileg Rédei Éva, a Lángtéka könyvesbolt tulajdonosának nevéhez fűződik. A könyvesbolt 20. születésnapja alkalmából szeretett volna egy kisebb kulturális eseményt szervezni. Az első évben, 2009-ben még csak a Pozsonyi útra korlátozódott a rendezvény.
Úgy gondoltam akkor, hogy hát egy kicsit menjünk ki az utcára, mert hogy az üzletünk az összesen 27 négyzetméter. És ebből indult tulajdonképpen a pozsonyi piknik. A névadója ennek az egész eseménynek a Becher Iván, aki már sajnos nincs közöttünk, de tulajdonképpen én voltam az ötletgazda, és az Iván a névadója, és iszonyú sok programot szerveztünk, mégpedig úgy szerveztük, hogy semmilyen gyakorlatunk nem volt, de az egész Lipótváros teljes lázban égett, és az első alkalommal akkor nem volt ilyen árusítás, mint ahogy most itt vagyunk, hanem mindenki lehozta otthonról, amit sütött, főzött, és egy igazi piknik volt. Ez a piknik nőtte ki magát a most ismert zenés előadásokkal teli forgat. Taggá. Évről évre egyre népszerűbb eseményről van szó, ahova számtalan új helyről érkeznek érdeklődők. Idén 10. alkalommal rendezték meg a pozsonyi pikniket, most már a 13. kerületi önkormányzat szervezésében. Ami az eszenciáját adja, egész biztos az a nagyon sok művész, aki ide érkezik, a színházak a produkcióikkal, ami egyfajta megújulást is hoz mindig. Ugye ugyan sokan hoznak best of darabokat és a best of összeállításokat, de nagyon sokan ugye azt hozzák el, amit majd a következő évadban lehet megnézni a színházukban. Tehát automatikusan új produkciókban részesülünk, részesül a közönség, és ez egy olyan egyedi élményt ad, ami ugye megelőzi a korát már az esemény azzal, hogy azáltal, hogy itt bemutatják, illetve nem közszínházi körülmények között találkozunk ezekkel a színészekkel, meg ezekkel a produkciókkal, hanem egy ilyen szabadtéri, kötetlen verzióba, ugyanúgy, mint a közönség bármely tagja, lehet velük beszélgetni, lehet tőlük kérdezni, lehet dedikáltatni. Mára az újpesti rakpart is megtelt a kitelepülő sátrakkal. 2022-ben először a Csokonai Non-Profit Kft. Is képviseltette magát a rendezvényen. Én azt gondolom, hogy minden olyan lehetőség, amikor közvetlenül szemtől szembe találkozhatunk a közönséggel, fontos. Amikor szemtől szembe beszélhetünk önmagunkról, az fontos. Nagyon hatékonyabb eszköz arra, hogy megismertessük magunkat és a tevékenységünket nincs, mint az, hogy emberekkel beszélgessünk önmagunkról és arra a munkáról, amit végzünk a 15. kerületben. A pozsonyi piknik remek lehetőséget nyújtott, hogy a Csokonai Non-Profit Kft. Az eddiginél nagyobb, szélesebb közönségnek is bemutathassa őszi program kínálatát. Hogy a Csokonai mivel várja a kultúra iránt érdeklődőket, arról a csokonai15.hu oldalon találnak bővebb információt. Hivatalosan első, valójában a negyedik felvonásához érkezett a Nők a művészetben programsorozat a Csokonai Művelődési és Rendezvényházban. Ezúttal az iparművészeké volt a főszerep. Júniusban az iparművészekkel kezdődött volna, ám a rossz időjárás miatt elmaradt a Csokonai Művelődési és Rendezvényházban tartott Nők a művészetben programsorozat első felvonása. Szeptemberben azonban bepótolták az estet, így mindenki megcsodálhatta Diós Gabriella keramikus iparművész tárgyait, illetve Nagy Adrián kézzel készített egyedi ékszereit. Azt hiszem a legfontosabb az, hogy a mai világban, mint nőként és művészként hogyan tudunk a világban részt venni és jelen lenni, mint a női teremtő energiát alkalmazni. Én azt hiszem, hogy az alkotás az egy igazán örömteli dolog, amiért nagyon szerencsések lehetünk az életünkben, hogy mi azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Valójában maguknak a tárgyaknak kéne beszélni arról, hogy mit jelenítenek meg, hogy milyen érzéseket kelt a befogadóba, de szerintem ez egy csodálatos kezdeményezés, hogy valójában beszélhetünk az alkotó folyamatról, a bennünk lévő érzelmekről, ihletekről, intuíciókról. Szerintem több ilyen kulturális beszélgetés kellene, ahol interaktívan lehetne a közönséget is belevonni, mert azt hiszem igazán így él a művészet, hogy beszélünk róla, hogy esetleg vitatkozunk róla. Az ilyen alkalmak pedig, amikor nem csak kiállítják a művészek alkotásait, hanem a látogatókat bevonva beszélgethetnek is a művészetükről, azért is fontosak, hogy kicsit tudatosítsák az emberekben, hogy nem kell különbséget tenni női és férfi művészek között.
Azért nagyon jó ez a lehetőség, mert itt arról tudunk beszélgetni, hogy nőként miként éljük meg a sikert, az, hogy sikeres alkotók lehetünk, az, hogy önmegvalósíthatunk, és közben meg tudjuk tartani a nőiességünket, a női szerepeinket, és ez szerintem nagyon fontos, hogyha már azt nézzük, hogy miért lehet érdekes az, hogy női művészeket hívtak meg erre a rendezvényre. Egyébként szerintem nagyon jó lenne, hogyha nem kellene különbséget tenni férfi és női alkotók között, hanem természetes lenne az, hogy a nők is ki tudnak bontakozni, és meg tudják magukat valósítani. Bár nem iparművész, az est színvonalához nagyban hozzájárult Szekeres Adrien énekes előadása, aki nem mellesleg előszeretettel viseli Nagy Adrien ékszereit. Hát közel A Közel vagy címet kapta a legújabb kiállítás a helytörténeti gyűjteményben. A két művész közös története teszi még különlegesebbé a kiállítást. A 15. kerületi Kulturális Örökség háza és helytörténeti gyűjtemény két művésznő közös kiállításának ad otthont. A hölgyek középiskolában ismerkedtek meg, és barátságuk azóta töretlen. Évát pedig egy idő után elkezdték foglalkoztatni a háromdimenziós alkotások. Hogy miért éppen a szobrászat? Talán éppen azért, mert sokkal több lehetőséget nyújtott számomra, hogy azokat a témákat és tartalmakat megközelíthessem, amit festészeten keresztül nem éreztem ennyire kibontakoztathatónak. Ezek a munkák egytől egyig absztrakt szobrok, amik különböző tulajdonképpen spirituális tartalmú szimbolikával rendelkeznek, ez mind a rajtuk megjelenő jeleken keresztül juthat el a nézőkig, valamint az anyagválasztás, a formaválasztás is mind egységes, koherens tartalmat képez. Ibolya a festészetet választotta hivatásnak. Vagy mondhatjuk azt is, hogy a festészet választotta őt. Kiskora óta egyértelmű volt, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Egyetemi évei alatt lehetősége volt külföldi tanulmányutakon részt venni. Az új élmények nagyon frissítőleg hajtnak a szellemre és a lélekre, de ami mindegyikben közös, hogy kint festeni a természetben nagyon sokat ad. Nem csak maga a látvány, hanem ezek a történetek is, amik ott szövődnek, hogy például nagy Dunás képnél így emlékszem, hogy egy kőre fektettem ezt a hatalmas vásznat, és akkor néha jött egy nagy hajó, ami kisodorta a vizet, és akkor elvitte a festékeimet, és egy futok-szaladok a túlsok után, ez elég vicces. A kiállítást Palágyi Ildikó énekesnő nyitotta meg egy különleges dallal. A két művésznő alkotásait október 7-ig tekinthetik meg a helytörténeti gyűjtemény. A Közvágó híd téren gyűlt össze a környék apraja nagyja. A szomszéd ünnep keretein belül megvalósuló rendezvényen számos program közül válogathattak a résztvevők. A szomszéd ünnep a kerület egyik remek kezdeményezése, hogy a civilek és a civil egyesületek lokális programokat szervezhessenek. Ennek köszönhetően gyűltek össze a hétvégén a Közvágó híd téren a környéken lakók, vagy ahogy ők hívják magukat, a 1151-esek. Úgy szerveződik, hogy én valamikor kitaláltam azt, hogy szeretnék itt közösséget szervezni, tehát ne csak itt egymás mellett lakjunk, és ne ismerjük egymást, és külföldi példákat láttam, és akkor döntöttem el, hogy kitalálok egy ilyet, összeszedtem egy-két olyan embert itt, szomszédokat, barátokat, akik úgy gondoltam, hogy ebben segítenek, úgyhogy reméljük, hogy valóban eljön az apraja nagyját. Most ugye az elején tartunk még csak a bábszínháznál, azért erre inkább az apraja jön a nagyja, azt majd talán később. Aztán már a bábszínház előadása is megtelt a rögtönzött kis nézőtér. Volt itt óriás palacsinta, népi játszótér, pingpong, csocsó, pogácsa, sütemények, napsütés, jó hangulat és jó társaság. Úgy tervezzük, hogy nem, kettő az nem egy hosszú sorozat, tehát szeretnénk, abban egy hagyomány lenne, és évről évre jó programmal és több emberrel, úgyhogy de most szeretnék ezen túl lenni egyszer, aztán egy picit kipihenjük, és aztán majd belevágunk a következőnek a szervezésébe is. De az az igazság, hogy tehát nem ez az egyetlen, tehát nem évi egy esemény, tehát például szilveszterkor szerveztünk ide a játszótérre egy kocintást, húsvétkor tojáskeresést,
esést a gyerekeknek szerveztünk, úgyhogy azért több olyan terv van, ami összekovácsolja itt a csapatot a környéken. Mint ahogy Szekeres Tamás is elmondta, fontosak az ilyen összejövetelek, hogy megismerjék egymást a szomszédok, akik mellett egész évben csak elrohannak, talán csak látásból ismerik egymást. Most itt a lehetőség kicsit leülni, beszélgetni, jobban megismerni egymást. Hogyha aztán esetleg segítség kell a mindennapokban, bátran lehessen fordulni azokhoz a bizonyos szomszédokhoz. A világvárosokban oly népszerű buszos városnézés mintájára tartottak a kerületben is buszos túrát. Természetesen szakavatott idegenvezetők segítették a tájékozódást. 2017-ben jött az ötlet, és akkor már meg is valósult az első buszos kerületi körtúra. Aztán a Covid-járvány kezdeteig még egyszer sikerült megszervezni a programot, és most pedig újra összegyűlhettek az emberek egy kerület ismereti buszos túrára. Beszélgettünk az Együtt Újpalotáért Egyesület vezetésével, és úgy döntöttünk, hogy a Lokálpatrióták a 15. kerületért egyesület és az Együtt Újpalotáért Egyesület megszervezi szomszédünnep címén. Azt kell tudni, hogy magát a rendezvényt a kerületi önkormányzat támogatja. A körtúra két busszal Újpalotáról indult, és egy előre megtervezett úton bejárta a kerület nevezetességeit, érdekességeit. A buszokon pedig idegen vezetők segítették a tájékozódást. Az érdekes helyeket, azokat megemlítik, beszélnek az idegenvezetők róla. Az egyik buszon Hajdú úra, az idegenvezető, a másikon meg Mihály Gergő úra. Az idegen elvezető, egy olyan két és fél órás programban gondolkodunk, és a szomszédünnep ez az van, hogyha jöttek a szomszédok, akkor kínáljuk már meg őket valami csipegetni valóval. És akkor ilyen könnyű kímélő füstölcsülkös babos káposztát készítünk. A buszos városnézés nagy népszerűségnek örvendett. A visszajelzések alapján a már sok-sok éve a kerületben élőknek is izgalmas volt a program. Megismerkedhettek új helyekkel, és persze új történetekkel is. A szervezők pedig ígérik, folytatás következik. Elkezdődött. Felsorakoztak a munkagépek az erdőkerülő út felújítására. Ars Sacra Fesztivál. 355 program, köztük több a 15. kerületben. Növekvő fűtési költségek erdőirtási rendelettel megfejelve. Veszélyben van-e a kerületi kis erdő? Hiba a rendszerben. Váratlan vereséget szenvedett a Reac. Megkezdődött a régen várt felújítás. Munkagépek vették birtokba az Erdőkerülő utcát. Jövő nyárig az Erdőkerülő utca mellett megújul a Zsókavár utca és a Szent Mihályi út egy szakasza is. A Zsókavár és az Erdőkerülő utcán felvonultak a munkagépek és megkezdődtek a munkálatok is. Ennek apropóján projektindító sajtótájékoztatót tartott Cserdini Németh Angéla polgármester, Karácsony Gergely főpolgármester és dr. Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. 1,3 milliárd forinttal ez egy jelentős beruházás, akkor is, hogyha a BKK portfóliójában természetesen van egy Láncidunk vagy egy Blaha Lujza terünk is, de pont ezért, mert nagyon fontosak az ilyen nagy jelentőségű kerületi főutak, és annyi ember éle mindennapi életét befolyásolja, illetve a közösségi közlekedésnek is ilyen sok forgalmas útvonalát befolyásolja, ezért ez munkaszervezés és tervezés szempontjából mindenképpen egy jelentős beruházás. Cserdini Németh Angéla kiemelte, hogy régi tartozása a fővárosnak ez a projekt, de szerencsére most a nehéz gazdasági helyzet ellenére is el tudott indulni a felújítás. A koronavírus járvány és az önkormányzatokat több 10 milliárddal sújtó sorozatos kormányzati elvonások, az infláció elszabadulása és az építési költségek meredek emelkedése közepette különösen nagy jelentőségű, megbecsülendő eredmény, hogy a főváros ígéretéhez híven mégis tartjuk magunkat az eredeti vállalásunkhoz és tervünkhöz, ennek köszönhetően indulhat a rég várt felújítás.
Karácsony Gergely kiemelte, hogy az elmúlt több mint 10 évben az utak rekonstrukciójának folyamatos elhalasztása politikai döntés volt. Mi szakmai alapon hoztunk meg döntéseket, például az út forgalmassága, állapota és a közösségi közlekedés által való használata alapján tulajdonképpen egy szakmai, matematikai döntés született, és teljesen világos volt, hogy ennek a két útnak a felújítása nem tűr már halasztást. Nem politikai döntés kérdése az, hogy ezeket az utakat föl kell újítani, hanem már rég meg kell volna ezt tennünk, és hál' Istennek most a józan ész és a szakmai szempontok fontosabbak a politikai szempontoknál. Szeptember 3-án léptek életbe idéglenes forgalmi változások. Az Erdőkerülő utca egyirányú lett a Zsókavár utca felé. Az érintett közösségi közlekedési járatok, vagyis a 96-os, 196-os, 296-os, illetve a 46-os és a 146-os, a 130-as, valamint a 973-as és a 976-os autóbusz módosított útvonalon jár. Az idéglenes megállóhelyekről és a terelésekről, a kihelyezett tájékoztatókról, illetve a BKK futár alkalmazásból is tájékozódhatnak a közösségi közlekedést igénybevevők. A két útszakasz megújítása előre láthatólag 2023 nyaráig tart majd. A felújítással járó ütemenként változó korlátozásokról folyamatosan tájékozódhatnak majd híradókból, illetve a hírek a 15-ből Facebook oldalunkról. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez a 16. Ars Sacra kiállítás idei jelmondata. A kerületben 4 esemény várja majd az érdeklődőket. Az Ars Sacra Fesztivál célja, hogy a kultúra mélyen nyugvó szakralitását a felszínre hozza a művészetek segítségével. A művészet ugyanis, ha igazi, belsőleg a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is közel van a hitvilágához. Olyan időszakokban, mikor a műveltség elfordult a hit világától, a művészet akkor is hidat képzett a vallásos élményekhez, hangzott el a fesztivál nyitó sajtótájékoztatóján a Néprajzi Múzeumban. A szeptember 17-e és 25-e között megrendezésre kerülő országos fesztiválon 355 program közül válogathatnak az érdeklődők. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy rá irányítsuk a figyelmet a szakrális tárgyakra, a szakrális művekre, magára a szakralitásra. És azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha mindenhova eljutunk. Így a 15. kerületbe is, ahol több programmal is készülnek. Mindenki fontos, és mindig fontos, hogyha van egy új kerület, ahol lehet, hogy eddig is volt program, de most ebben az évben annyira gazdag programot állítottak össze Újpalotán. Szeptember 23-án az újpalotai református templomban várják az érdeklődőket egy lézerfénykoncertre. 24-én ugyanitt ad koncertet Schneidberger Ferenc. 25-én 11 órától pedig a Corvina Konzort együttes koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a pestújhelyi Keresztelő Szent János templomban. Még egy különleges helyszínre is el lehet jutni, ugyanis a Víztoronyház tetején található műteremben tartanak kortárs képzőművészeti kiállítást. 13 kortárs művész vizuális üzenete a jelenlegi bizonytalan helyzetre reflektálva, háborúról és békéről. A programokról részletes információkat az Ars Sacra honlapján, illetve a csokonai15.hu honlapon találhatnak. A kerületben is indulnak ingyenes felnőtt képzések szeptemberben. Sőt, van olyan, amelyet egy év alatt is el lehet végezni. Az órákat délután, munkaidő után tartják. Az országos képzési jegyzékrendszerét, azaz a sokak által ismert OKS képzéseket 2021-től felváltó szakmai képzések megújult rendszerében, a szakmai jegyzékben szereplő szakmák mellett további szakképzéseket is lehet szervezni a szakképző intézményekben vagy felnőtt képzőkben. Ezek államilag elismert tanúsítványt adnak, és egyaránt nyújtanak szakmai és gyakorlati jártasságot. Az alapszakmákat az iskola rendszerű szakmai oktatásban lehet elsajátítani. A kerületi Bethlen Gábor Technikum is indít ingyenes, érettségi utáni felnőtt képzéseket. Hozzánk egyébként olyan tanulók jöhetnek a felnőtt oktatásra, akiknek van érettségük, és szeretnének továbbképzésen, átképzésen részt venni, illetve szeretnének munkahelyet váltani, vagy olyan munkahelyet találni, ahol jól fizető állást találnak. Ezek alapvetően 2 éves képzések, de nálunk rövidített képzésben vesznek részt
a tanulók. Mi egy év alatt végzünk. Az egy év, ez pontosabban úgy történik, hogy a pénzügyi számviteli ügyintézőnél egy tanévre korlátozódik az oktatás. Annyit jelent, hogy szeptembertől áprilisig és akkor májusban egy szakmai vizsga. A logisztikai technikusoknál ez az egy év, ez pedig egy naptári év, tehát 12 hónap. A logisztikai technikus és a pénzügyszámviteli ügyintézői képzésekre még szeptember végéig lehet jelentkezni. Az oktatás a délutáni órákban kezdődik, hogy munka mellett is részt lehessen venni a tanórákon. Az érdeklődők további részleteket az iskola honlapján találhatnak. Hónapok óta egyre nehezebb helyzetben vannak a vállalkozók, és nem látni a végét. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részben ennek okán, részben pedig az együttműködési lehetőségek bővítése kapcsán szervezett találkozót 15. kerületi vállalkozók számára. A pandémia előtt bevett gyakorlatnak számítottak az olyan informális üzleti találkozók, ahol a helyi vállalkozók és az önkormányzat együttesen igyekezett szorosabb együttműködést kialakítani. Az elmúlt két évben ezek a találkozók elmaradtak, az utóbbi hónapokban, pláne az utóbbi hetekben kialakult és tapasztalható gazdasági helyzet azonban nem csak szükségessé, de életbevágóan fontossá is tette a találkozók újraindítását. Már csak azért is, mert a lejtmenetnek egyelőre nem látni a végét. Nyilván sokaknak ezek nehéz idők lesznek, olyanok is, akik bezárnak. A vendéglátóipart nyilvánvalóan ez nagyon fogja sújtani. Itt a 15. kerületben valószínűleg ez fokozottan fog érvényesülni. Vendéglátás tekintetében a szolgáltatóipar egyéb ágait nem biztos, hogy fogja érinteni. A gyártókat szerintem egyáltalán nem fogja érinteni, mert a termékekre szükség van, és a vevő pedig kénytelen kelletlen ki fogja fizetni a drágább árakat, ami a mindenféle költségek emelkedése miatt belekerülnek a termékekbe. Most éppen azt hozza nekünk ez az időszak, hogy spórolnunk kell az energiával, tehát itt az energia költségeink lesznek azok, amik nagyban befolyásolják a vállalkozások hatékonyságát. Erre most oda kell figyelni nagyon. A helyzet nagyon nem egyszerű, és amikor elkezdtük szervezni ezt a találkozót a nyár végén, akkor még egyszerűbbnek tűnt. Azóta ugye rengeteg probléma merült föl. Azt gondolom, hogy ennek a megoldásában is nagyon nagy segítséget nyújt az együttműködés és a kommunikáció. Jelen pillanatban nagyon más fegyverünk nincsen, mint hogy megosztjuk egymással tapasztalatainkat, és közvetlenül helyben próbálunk piacteret biztosítani egyik vállalkozó a másiknak, önkormányzat a vállalkozásoknak. Én rengeteg fórumon vettem részt az elmúlt egy-két hétben, ahol nagyon pesszimista hang nem került elő, és azt gondolom, hogy ez megkerülhetetlen, viszont a mi feladatunk nem az, hogy a pesszimizmust osszuk vagy terjesszük, hanem hogy próbáljunk kiutakat, megoldásokat találni. Azt gondolom, hogy a kommunikáció, az együttműködés minden esetben ilyen irányba tud mutatni. A helyi vállalkozók egymás közötti együttműködésének fokozása csak az egyik része azon lehetőségeknek, amelyekre most szükség van. A másik szereplő az önkormányzat. Én azt látom a kerületből kiindulva, hogy abszolút nyitott fülekkel és tárt kapukkal várják a kezdeményezéseinket. Én elsősorban az ötleteikre vagyok kíváncsi, az önkormányzatnak a megfelelő képviselőinek, hogy hol tudunk mi segíteni vállalkozók az önkormányzatoknak, és hát fordítva pedig, hogy hol tudunk mi segíteni az önkormányzati beruházásokban, üzemeltetésben, hogy egy kerületen belül mondjuk egy festő, az ne egy szomszéd kerületből menjen kifesteni egy iskolát, hanem az a kerületen belüli festő legyen egy kerületnek a festője. És ezzel már segítettünk egymásnak. Hogy a következő időszakot melyik vállalkozás és milyen áron éli túl, az leginkább azoktól a lehetőségektől függ majd, amelyekkel élni tud. Ehhez lehet partner, egyben segítség a többi vállalkozás, és persze az önkormányzat. Meglepő vereségbe futott bele az MB3-ra pályázó Reac a Budapest bajnokság második fordulójában. A 15. kerületi együttes az Union FC-től kapott ki hazai pályán 4-2-re. Az SMTK elleni magyar kupa búcsú után a bajnokságban vigasztalódhatott a Reac, amely az első két bajnokiát egyaránt megnyerő Union FC-t fogadta a Budai 2 László stadionban. Arra azonban aligha számított bárki is, ami végül a mérkőzésen történt. A rákospalotaiak ugyanis már a 11. percben hatalmas hátrányba kerültek, miután Gulyás Máté összehozott egy 11-est az ellenfélnek, majd addig reklamált, amíg a játékvezető kiállította.
Meltzer Vilmos értékesítette a büntetőt, amivel előnybe került az Unión, amely hamarosan belőtte a második gólját is, szinte reménytelen helyzetbe hozva a Reacot. A sárga mezesek a 35. percben ugyan szépítettek, de a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. 1-2 helyett pedig hamarosan már 0-3 állt az eredményjelzőn. Hatalmas védelmi hiba után ugyanis újabb gólt lőttek a vendégek, akik ennek ellenére nem tudtak 3 gólos vezetéssel menni a szünetre. Kassa Dániel ugyanis a 44. percben büntetőből szépített. A második félidőben a 61. percig kellett várni az újabb gólra, amelyet a Reac szerzett, és ezzel visszajött a meccsbe. A 71. percben azonban nem kapott meg egy jogosnak tűnő 11-est, ami után elszabadultak az indulatok a pályán. A hazaiak kettős ember hátrányba kerültek a szövegelésért kiállított Csernák Martin leküldése miatt, de Nagy Sándor vezetőedző is piros lapot kapott. Ez a közjáték végérvényesen megfogta a palotaiakat, akik a végén kaptak egy negyedik gólt is, így a vége 4-2 lett az Uniónnak. A Reac vezetőedzője érthető módon feldúltan értékelt. Ezt a mérkőzést akár annyira mi vesztettük el. Az első részében az, hogy nagyon fegyelmezetlenek voltunk, amikor hát erről beszélünk, hogy a pályán csak a játékkal foglalkozzunk. Egyedül nekem van jogosítványom az, hogy ha letalál valami van, akkor a bíróval, illetve a csapatkapitánynak, hogy kommunikáljanak. Erre fölcsinálunk két olyan dolgot, amit szöveggel kiállítja magunkat. Nem is értem, hogy engedik meg magunknak a játékosaink ezt a dolgot. Persze valamilyen szinten az, hogy a játékvezetői ténykedés ma ami volt, hát nem akarok nagyon durván fogni, de a kritikán aluli volt. Szóval olyan dolgokban nyúlt bele, úgy állít ki játékosokat, olyan büntetőt nyilván és büntetőket nem ad meg, ahol még az ellenfél is mosolyog rajta, és a szegény játékosok, hogy nagyon agyarúgják a tűzésen belül. A meccs végéig még most is fáj a lába, akkor átrepül, nem 3-3-re, amelyik 4-2 lesz, 2-0 nem adja meg a szabályos gólunkat, szóval olyan sorsdöntő szituációkban hibázott, hogy ezt a meccset akárhogy nézzük, akármit tettünk volna érte, nem tudtuk volna megnyerni. A Reac legközelebb szeptember 10-én délelőtt 11 órától a Rákosmente FC vendégeként lép pályára a Budapest bajnokságban. Megújul a Budai 2 László stadion műfüves pályája. A régóta esedékes felújítás munkálatai jelenleg is zajlanak, és várhatóan szeptember végére lesznek kész. Februárban beadtunk közösen az önkormányzat egy pályázatot a műfű felújításra, megkaptuk, sikerült összedni az önkormányzattal együtt közösen fedezetet erre, hogy ez a pálya elkészüljön, és most lényegében elkezdtük a pályafelújítást, aminek tudni kell róla, hogy szeptember 30-ára szeretnénk átadni a pályát, ami úgy érzem, hogy a mai fiataloknak egy nagyon nagy élmény lesz, egy új pályán, ez a legújabb műfűet rakják le a vállalkozón, és lényegében én úgy érzem, hogy ezzel még vonzóbb lesz az egyesületünk, és a gyereknek nagyon nagy élményt adunk. Az eredeti műfűves pályát 2003-ban fektették le, a mostani felújítás összköltsége pedig 60 millió forint. Ebből a pálya építési költségére fordított 46,8 millió forintot a Reac Sport Kft. Finanszírozza TAO támogatásból. A pálya körüli terepmunkákra költött 13,5 millió forintot pedig az önkormányzat állja. És a pálya nem csak megújul, hanem át is alakul. Ez egy 60-40-es pályát építünk, mert tudni kell, hogy a 3-4 pálya az 60-40-es, és ez így lehet akkor szabályos mérkőzéseket játszani. Nagyon sok bozsik program van, ahol csak szabályos pályán létezni, és ugye még a plusz, még a veteránnak is, akkor ezzel biztosítunk egy lehetőséget. Az átadásra várhatóan október elején kerül majd sor, innentől pedig a gyerekek is birtokba vehetik majd az új műfűvet. Nagyon örülök a lehetőségnek, én már évek óta próbáltam ezt közösen az önkormányzattal, hogy legyenek itt fejlesztések ebben a kerületben, főleg a sporton keresztül. Most úgy érzem az első lépést, én nagyon bízok benne, hogy nagyon jól sikerül ez a pálya, és ennek mindenki örülni fog. És akkor haladunk tovább. Jöhet majd a stadion felújítás, lelátó, és akkor sorolhatnám tovább. Tetszik vagy sem, láthatóan véget ért a nyár, az ősz már kopogtat az ajtón, az időjárás alapján legalábbis érdemes megbarátkozni a gondolattal. Az előttünk álló hétvége még a hidegnek nem is lesz mondható, csapadékosnak ígérkezik. A napsütést rendre felhők zavarják majd, és egyre több helyen és egyre több alkalommal kell gyors zivatarokra, záporokra, alkalmanként esőre számítani.
Hétfőn többfelé lehet élénk, erős a szél, de legalább sok napsütés várható, csak néhol fordulhat elő átmenetileg gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet a szombatihoz és a vasárnapihoz hasonlóan 20 és 25 fok között alakulhat. Kedre már csitúra szél és számottevő csapadék sem várható, kellemes őszi idő ígérkezik 20-25 fokos csúcsértékekkel. Hírtükör című műsorunk ismétlését siketek és nagyothallók számára kedden feliratozva sugározzuk. Köszönjük figyelmüket, a jövő héten ismét várjuk Önöket. Na viszontlátásra!